Szicíliában. Che cazzo! Már megint ezek az átkozott vízvezetékek. Mit fog szólni, signor Bozzetto? Hogy a fene egye meg? Signor Bozzetto! Oh, már megint. Scusa, signora Berger. L'hanno interrotta, ma forse i tubi sono tutti scassati. Non esce più acqua, è un casino. Non fare... Ah. Sì, sì. Ok, dai, vengo subito. Due minuti. Sì, 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 sì. Sì, sì. Mia baj? A víz. A fiatal szőlőtőkéknek víz kell. Nagy esőre vagy a csodára várunk. Az esőre most nem számíthatnak. Nem. Itt már nem segít semmi más, csak az ima. Hozzá? A vízművekhez. A víz el sem jut idáig. Rosszak a vezetékek, rozsdásak. Ez tiszta szégyen. Az olaszok találták fel a vízvezetéket. Ez még ugyanaz a vezeték. Már 20 borászatot felkeresett. Igen, 10 nap alatt. Még csak a felénél járok. Ó, signor Bozzetto, a bora nagyszerű. Signora Berger. Grazie. Signora Berger. Grazie. Dai, vieni, vieni. Ó, az enyém? Mio Dio, signora Berger, ez nem vesztegetés, ez csak egy kis ajándék. Na jó, köszönöm. Köszönöm. Prego, prego. Prego. Az Etna felé akar menni, hölgyem, a hegyre? Igen, Catania felé. De ne a főúton menjen. A kisebb hegyi út bellissima. Panoráma, láva, erdő, napfény, salve Pippo. Salve. A hegy fölött mindig kering egy kis felhő. Köszönöm, signor. Arrivederci, jó utat! La 103. Prego. Grazie. Signora. Grazie. Reinhold holnap jön. Drága Sandra, a látogatásom nem a bizalmatlanságom jele. Ennek örülök. Megbízom a tehetségében. Tessék,
Nézze meg az eddigi portfóliónkat. Európa 7 legjobb vörös bora. Még nem talált szicíliai bort? Ez itt, ez a spanyol Rioja. Ízlett. Karakteres, testes bor. Az finom volt. Nem lehet, hogy a szicíliai borok minősége egyszerűen nem elég jó? Na és a szicíliai csodaszőlő? Nero d'Avola? Igen, itt ez az egyetlen szőlőfajta jöhet szóba számunkra. Most hová megyünk? Vincenzo Fabrici személyesen fogad. Ó. Amikor 9 évvel ezelőtt megörököltem az apám borászatát, az első dolgom az volt, hogy ellátogattam Új-Zélandra, Afrikába és Ausztráliába. Ezekben az országokban nem akarják Európát utánozni. Az ő boraiknak sajátos karaktere van. Na de, kinek mondom ezt? Egy világszerte ismert, sikeres borkereskedőnek és az ő remek borászának. Csinos. A legjobb borom. Ön nagyon biztos a dolgában, Vincenzo. Minden szakértelmem és szenvedélyem benne van. Il grande piccolo, a nagy apróság. Minden kicsiben kezdődik. Lássuk. Kérem. Szép. Köszönöm. Kiváló. Testes íz, erős karakter. Remek szőlő. Ez minőségi bor. Nem túl fanyar. Jó illatú. Köszönöm. 20 borászat 2 hét alatt? Nem rossz. Ön jól informált. Szicília olyan, mint egy falu. Egy ilyen csinos nő jelenléte és az ön érkezése hamar feltűnik mindenkinek. Nem hozunk rögtön döntést, de a bora igazán remek. Ön tudja, mit akar. És én is tudom. Ahogyan azt is, hogy én mit akarok. Megtisztelnének, hogyha az én boromat választanák. Még gondolkodunk, hogy kit választunk. Hát persze. Ez egy remek bor. Igen, de számomra egy kicsit túl erős, és olyan agresszív az aromája. Igen, érett és buja. Igen, de különleges. Tudott újat mutatni? Túl sokat vár el. Ahogyan ön is. Már kezdem úgy érezni, hogy ezen a szigeten nem létezik igazán jó bor. Igen, de hát ez Európa ősi bortermelővidéke. 3000 éve élnek itt borászdinasztiák. Ez a bor hazája. Tehát itt van a tökéletes ősbor. Ez egy nemes kihívás. De ez nem Vincenzo bora, a tökéletes ősbor. Lehet egy kérdésem? Ön honnan veszi észre, hogy ideje valamit feladni? Szóval, hogy általánosságban mikor érdemes valamit feladni, ugye? Amikor ugyanazokat a köröket futom újra és újra, és nem látok megoldást. Akkor. Ha nincs remény? Ha már nincs remény. És hogyha teljesen biztos, hogy mindent beleadtam. Úgy fel tudom adni. Vagy ha már nagyon fáj, akkor is. Történt már ilyen, ugye? Történt, igen.
Rendben, egy házas férfi volt az. Gyerek? Igen. Akkor ez kezdetektől... Reménytelen volt. Igen. Ha még úgyis itt marad a szigeten, hadd keressem meg a legjobb bort, jó? Holnap érkezünk, már megvettük a jegyeket. Álma még repülhet? Még igen, de nagyon kell vigyázni rá. Álma, ezt még ma el kell küldeni a munkahelyedre. Hello, Sandra! Köszönjük a meghívást! Álma, még egy heted van hátra, nem ikrek? Nem. De néha tényleg olyan érzés. Nézzétek! Wow! Mi lenne, ha most törne ki a vulkán? Még aktív? Most épp nem. Rugi, most mennem kell dolgozni. Semmi gond, holnap találkozunk. De ugye szakítasz időt ránk? Persze, már csak egyetlen bort kell találnom, szóval... Aha. Szia! Buongiorno. Prego. Grazie. Egy kis aperitivo? Ezt önnek küldik, signora. Na hát, nem bort iszik? Köszönöm. Kérem. Parancsol valamit, uram? Semmit, köszönöm szépen. Tudok egy sokkal jobb helyet. Még az apámé volt. Ezzel tanított meg vezetni a szőlőhegyen. Prego, Vincenzo. Grazie. Prego. Buon appetito. Grazie, Lucia. Tonio bora. Nagyon finom. Tényleg, remek. Ugye tudja, kinek van még jobb bora. Mindjárt kitalálom. Lehet, hogy éppen itt ül, pont előttem. Cheers. Cheers. Rendben. Meg vagyok. Kaponátát? Kérek. Finom. Ez a recept családi titok. Az olaszok és az ő családi titkaik. Ez csak egy közhely, ugye, a turistáknak? Nem. Mi az ön családi titka, Vincenzo Fabrizi? Benne van a boromban. Nem érezte? De igen, hát persze. Na, de... Ne! Ne! Egy finom kávé, limoncello, amaro, egy cassata, cannolo, egy záhertorta. Köszönöm. Nagyon szép este volt.
De most már ideje hazamenni. Ben. Ciao, grazie. Buona notte. Elvinne a hotelbe, kérem. Sandra. Figyeljen, amit keresek, az egy bor, és nem egy férfi. Félreérti a szándékai. Ó, nem. A szándékai teljes mértékben félreérthetetlenek. Kedvelem önt, Sandra. Mindkettőnknek előnyös lenne. Tessék? Miért ne? Mi szól ellene? Hé, ne! Én szólok ellene! Hé! Sandra! Te jó ég! Sandra! Buonasera. Taxi? Taxi? No, no. Non késő. És autóbusz? Autóbusz, sí. Fra un'ora. Egy óra? Egy óra, igen. Szabad egy vizet? Prego, prego. Bene. Buon viaggio, Messie Cremont. Grazie. Possiede ancora quel terribile macchinino, quella spaventosa motocicletta? Perché? È una cosa che devo... No, che noi dobbiamo afferrare a Vienna. Grazie, signore. Prego. A porto un varo. Segítsen! Halló? Magánál van? Tutto a posto? Oh, Istenem! Történt önnel. A vízben voltam.
És a többiek? A többiek? Nem volt ott más? Nem, én egyedül hajóztam, úgy emlékszem. Oké. És mikor történt? Tegnap előtt? Nem emlékszem. Én Sandra vagyok. És ő? Nem emlékszik a nevére sem? Nem emlékszem. Önnek kórházba kell mennie, jó? Jó. Köszönöm. Várjon, most hová indul? A kórházba. De hát én elkísérem oda. Mit gondol? Fogalmam sincs. Még azt sem tudom, hogy hol van a kórház. Most mégis hol vagyok? Catania. Catania? Szicília. Igen, Szicília. Igen. Akkor nem vagyok messze az úttól. Milyen útról beszél? Tudja, Szicíliánál ő is pórul járt. Kicsoda? Hát Odüsszeusz. Odüsszeusz? Akkor maga nem csak néhány napja lehet úton. Lehet. Nem tudom sem a keresztnevét, sem a családnevét, sem a korát, a címét. Nézze, hölgyem, ő sem tudja, ki ő. Akkor én honnan tudhatnám? A vízparton találtam. Jó, de valamit akkor is be kell írnom. Írja, hogy Robinson. Robinson? Igen, Robinson Crusoe. Crusoe. Nem, Crusoe. C-R-U-S-O-E. E. A dottora hivatja önt. A fizikai állapota meglepően jó. Néhány kisebb zúzódás, enyhe agyrázkódás, kiszáradás a sós víz miatt. Most kómában van? Csak alszik. A beteg tudatánál van, és a beszédközpontja is sértetlen. Viszont úgy tűnik, hogy teljes emlékezet kiesése van. Egy súlyos baleset esetén ez nem meglepő. Ilyenkor a múlt értéktelenné válik. Ilyenkor a jelen történéseire kell koncentrálnia az agynak. Az érintett emlékeit felülírja az életösztön. És mikor fog visszakapcsolni az agya? Mikor fog visszatérni a múlt? Optimális esetben ez általában egy vagy két nap alatt megtörténik. De nem mindig. És ha nem? Akkor tovább tart. Massimo Quarantotto. Ma è già in grado di poter subire un interrogatorio oppure pensavi... Sì, sì. Signora Berger! Signora Berger, Velani őrnagy vagyok, örvendek. Csak pár kérdésem lenne. Rendben, hogyha nem tart sokáig. Csak megpróbálok kideríteni valamit erről a Robinson Crusoe nevű illetőről, azon kívül, hogy hajótörés szenvedett állítólag. Állítólag? Igen. Mit csinál valaki egyedül a nyílt tengeren? Hajózik. Biztosan tudja, hogy itt sok menekült hajó ér partot. Nagy baj az illegális bevándorlás. Menekülte. Tudom. De ő biztos, hogy nem menekült. Látszik rajta. Beszéljen vele ön is. De lehet segítő. A menekülteké. Jó, hogy nem emberkereskedő. Vagy csempész, esetleg drogkereskedő. De hát ő nem bűnöző, ő ártalmatlan. Emlékek nélkül mindenki ártalmatlan. A helyzet az, hogy ez az ember most olasz földre vetődött. Se név, se emlékek, se papírok. Papírok, de hát a strandon feküdt. Ön ott találta meg? Igen. A strandon? Csak ennyi? Igen. Ön mit csinált éjjel a strandon? A buszra vártam. Vagy egy taxira. A strandon? Igen, ott. Én és egy... Egy üveg vörösbor. Signora Berger, ön ivott? Igen. Igen, én... Ittam Szicília legjobb vörösborát. Ott felejtettem az üveget. De vásárolhat egy új üveggel. Jöjjön el holnap korábban, signora. Marcello 7-kor bezár. Ez a bor tényleg olyan jó? Igen. Nehezen hiszem. A legjobb. Hogy lehettem ilyen ostoba, ezt nem hiszem el.
Köszönöm, őrnagy. Szívesen, arrivederci. Signora Berger, mi scusi, tudom, hogy milyen sok dolga van, de meg kell kérnem, hogy még ma jöjjön be az irodába. De hát miért? Felvenni a jegyzőkönyvet. Nem tart sokáig, és addigra talán kiderítek valamit az ön Robinsonjáról. Rendben? Jó. Buongiorno. Inkább jó ét. Megvan. Élete szerelme? Szicília legjobb bora. Mindig bíztam önben. In vino. Na, hát. Jó? A mi borunk. Ismert borász találta meg a rejtélyes férfit a strandon. Micsoda történet. Még szerencse, hogy nem támadta meg a férfi. És biztos, hogy nem menekül? Nem. A férfi honfitársunk. Ez az egyetlen, amit tudok róla. És ő is. Itt? Talán meglepődött? Sajnos én nem emlékezem arra a borra. Signore. In vino. Egy egyszerű címke. In vino. Én értem, de nem tudom. Nem. Ezen a polcon volt. Arrivederci! Higgyen nekem! Jól van, in vino veritas. De nem álmodtam. Jó, keresse tovább. Elvigyen valahová, Reinhold. Nem, köszönöm. Látja, ott jön egy taxi, ne fáradjon. De remélem, nem tartják bent az őrsön. Írja alá, kérem. Jó. Ezen a számon lesz elérhető? Amíg meg nem találja a borát. Így van. Marcellónak egyébként fogalma sincs, mit árul a boltjában. De hát valahol csak vette azt a bort. Az biztos, de itt mindenkinek van egy kis szőlőhegye. És végül, amit nem tudnak eladni máshol, eladják Marcellónak. Ha szeretné, segítek önnek megkeresni. Köszönöm. De tudja mit? Örülnék neki, ha keresztül húzhatnánk Vincenzo Fabrici számításait. Aha. A pénzével és a hatalmával beleszól dolgokba, amikben nem lenne szabad. Megveszteget is. Ezt önnek küldték. Miért nekem kellene kifizetnem a kórházi számláját? Mivel ő maga nem tudja. De értse meg, ez nem az én problémám. A könyvelésünkben csak ön szerepelt, mint kontakt. Akkor elmondom még egyszer. Én nem ismerem ezt a férfit. Sandra. Hello. Jó, hogy látom. Na és hogy van? Én nem tudom. Jól érzem magam, de nem tudom, hogy ki vagyok. Ez elég furcsa. Azt elhiszem. Ön megmentette az életemet.
Igen, azt hiszem. Mihez fog most kezdeni? Még megfigyelés alatt vagyok, aztán... Utána hazamegy. Igen. Nem tudja, hogy az hol van. Egy-két napig eltart, míg emlékezni kezd a doktor szerint. Így igaz. Aztán elindul az agyamban az emléklavina, és minden visszatér. Igen, valahogy így. Sok vizet kell innom. Ez a fontos. Az jót tesz. Az őrnagyma meglátogat, lenne pár kérdése. Talán tudja, hogy hol a hajom. Igen. Hogy hívják a hajót? Benny. Benny? Nem, Benny. Benny. Biztos? Persze. Penny, mint az angol pénzérme, vagy mint az a dal? A Penelope rövidítése. Persze, Penelope. A felesége? Nem, Odysseus felesége. Őt hívták így. Ó, oh. Ön nagyon szereti a görögöket, úgy látom. Igen, igaz. De van feleségem? Legalább már pár dolog eszébe jutott. Most megyek és elmondom az orvosnak. Már is. Jó, menjen. Örülök, hogy láttam. Én is. Sandra? Igen? Hogyha helyre jönnek az emlékeim. Remélem, hogy az újak is megmaradnak. Az jó lenne. Még hogy bűnöző. Signora, megkérdeztem a pénzügyeseket. Nem kell fizetnie a költségeket. Jaj, dehogy, elnézést, minden költséget állok, elnézést, csak egy kicsit... Jó, köszönjük. Szóval ez a Grande Piccolo... Scusi! Sandra! Már végzett is a rendőrsége? Már szabad vagyok. Velani őrnagy nem piszkos, Harry. Pont az ellentéte. Már az iskolában is szeretett túl sokat kérdezni. Igen? Nekem is van egy Reinhold. Hogy miért vagyok itt Vincenzóval? Mert Vincenzó megkért rá. Talán jóvá akarja tenni a tegnapot. Egy üveg titokzatos bor, egy eszméletlen idegen a strandon, igazán kalandos estéje volt. Ön máshogy képzelte el, tudom. Ön igazán szép nő, Sandra. Vincenzo, a bora éppen annyira jellegtelen, amennyire ön. Nem tudom, mi történt maguk között, de arról Vincenzo borra nem tehet. Tulajdonképpen ez a bor egészen kiváló. Ezt önnek is el kell ismernie. Valóban nem rossz. Vincenzo az előbb elmondta, hogy hajlandó lenne számunkra egy exkluzív, még kiválóbb bort készíteni. Reinhold, valahol a szigeten van egy bor, ami már most jobb és exkluzívabb, mint Vincenzoé valaha is lesz. Bella Sandra, itt minden amatőr összepancsol valami szörnyű lőrét. Igen, az őrnagy is mondta, felajánlotta a segítségét. De ugye nem várja, hogy én is segítsek. Miért nem? Szép kihívás lenne. Még tanulhatna is. Most nem adhatjuk fel. Il grande piccolo. Más borunk nincs, Sandra. Na hát, csak nem az én szép nővérkém. Yes, Alma, jaj, de örülök. Nem volt egyszerű a reptéren taxit találni. Maguk megint dolgoznak? Igen. Reinhold, mindig öröm látni. Önt is, Jens. Bemutatom a nejem és a babám. A mi babánk. Alma, örvendek. Én is, hölgyem. Gratulálok. Köszönöm. Nem sokára érkezik, ugye? Nekem örökké valóságnak tűnik. Mindjárt érkezik. Bemutatom Vincenzo Fabricit. Örvendek. Ciao. Örvendek, Vincenzo. Akkor mi felmegyünk lepakolni, és majd találkozunk. Mindjárt megyek. Viszlát. Le kell mennünk még egyszer a recepcióra, vagy megvan? Elhoztam a kulcsot, Alma. Reinhold, kérem.
Folytassa és találja meg ezt a titokzatos invínobort. Köszönöm. Már nagyon érdekel. Önt is érdekli, ugye, Vincenzo? In vino? Ez a neve. Ismeri? Sosem hallottam. In vino? Nem tudom. Valóban nem túl eredeti név. Ha alábecsüli őt, nagyot fog csalódni. Közé. Túl közel van. Szeretnél egy hátsó szobát? Inkább a pincében. Még ott is közel lenne. Európa legnagyobb aktív vulkánja. És biztosan naponta háromszor kitör. Minden rendben lesz. Én biztosan nem megyek fel oda. A gyereked anyjával? Egy kis füst mindig kering fölötte. Az utolsó kitörés... Kitörés? Én éppen ettől félek. 9 hónapja tört ki. 9 hónapja? Hát ez csodás. Inkább igyál egy kis vizet. Tényleg igyál, ez fontos. Nagyon szép. Máskor is jöjjünk el ide. Jó. Ide! Cheese! Cheese! Szuper! Nem igazán tudod elfelejteni a munkát, ugye? Nem, még nem végeztem vele. Aggaszt az a bor? Mi más? Nos, talán az a Robinson. Miért aggódjak egy idegen férfiért? Talán mert szimpatikus? Semmi olyasmiről nincsen szó, mint amire te gondolsz, tesó. Milyen fura helyzet ez? Magadnál vagy, de nem tudod, hogy ki vagy? Magányos lehet. Teljesen. Gondoskodjak róla én? Lehet, hogy egy kis gondoskodás jól esne neki. A kórházban tisztességesen ellátják. Nincs időm a sorsával törődni. És a sajátod? Megint kezded, Jetsz? Az tényleg sértő volt? Igen. Bocsánat. Azért ez elég romantikus. Megtalálni a parton... A meséket inkább tartogasd neki, majd ha megszületik. Ha ő a te Robinsonod, akkor te vagy Péntek. És végül is egy szigeten vagytok. Miért nevettek ki mindig? Nem, azt régen sem tettem. Akkor csak az volt a baj, hogy házas volt. Igen, az éppen elég baj volt. Én meg szerelembe estem. Én is.
És mi lett belőle? Én úgy értem, te mindig csak dolgozol. Mindig van egy bor, ami fontosabb, mint bármi más a világon. Ez így van, igen. De nem kell így lenni. Nem válthatnánk témát, elég. Nem akarok a szerelmi életemről vitázni. Nem nagyon van miről. Kóstoltad már a körtét? Nagyon finom. Mm-hmm. A csomagja. Sí, grazie. Reinhold. Elutazik? Csak egy néhány napos utazás. Csak úgy? Igen, de ne aggódjon. Semmi köze a borhoz. Robinson eltűnt. Ki? A férfi megszökött a kórházból. Ó, oh, és ön szerint én tudom, hol van? Vagy én rejtegetem? Folyton csak önről beszélt, hogy megmentette az életét. Megnézi a szobámat? Na, hiszek önnek. Biztosan meghallotta, hogy ma el kellett volna szállítanunk Augustába. Egy menekültáborba. Hogy hova? De hát miért? Mert oda szállítanak el minden menekültet. De hát ő nem egy menekült. De most már az, hisz épp az előbb szökött meg. Ez az egész történet totál őrültség. Emlékezet kiesése van, teljesen magányos és zavart. Ez az öné. Hm? Felírtam 5 kisebb borászat címét, akik Marcellónak adtak el a borukból. Hát, ha az egyik az önbora lesz. De hát ez... Köszönöm, őrnagy. Remélem, sikerrel jár. Vincenzo Fabricinek épp ideje letörölni a vigyort az arcáról, és nem én vagyok az egyetlen, aki ennek örülne. Arrivederci. Elnézést! Bocsánat, nem akartam megijeszteni. Engem keresett? Megtaláltam. Már megint? Igen. Talán most tényleg az lesz a legjobb, ha elrejtőzik ide, amíg a rendőrség nem derít ki semmit. Amíg nincsenek emlékeim. Igen. Viszont önnel kapcsolatban mindenre emlékszem. Egyébként szerintem Velani őrnaggyal lehet beszélni. Nem, csak azt ne. Nem? Jó, de ha a hajója nevét elmondom neki, hát ha ki tud deríteni valamit. Rendben. Rendben, akkor most elmegyek. Várjon csak, van valami ételérzékenysége? Vagy vegán, vegetáriánus talán? Te bevásárolsz nekem? Enned azért gondolom kell valamit. Hát igen. Szóval mit szeretnél? Szardíniát. A kicsit nagyon szeretem. Aha. A hagymát. Hagymát? Azt nem szeretem. Szóval nem, oké. Jó. Szuper. Szia.
finom. Ez is jó. Ámból kérjen ott. Ebből szeretnék egy jó nagy adagot. És ezt. Köszönöm. Kiváló nadrágaim vannak, szinyóra. Ezt különösen ajánlom, és ez az ink is nagyon jól fog állni az úrnak, higgy el. Igen, rendben, legyen ez. Sandra! Hé, sziasztok! Hello, hát itt vagytok. Ma inkább nyugis napot tartunk. Jól teszitek, bizony. És te? Mész bort keresni? Igen, keresek. Bocsi a tegnapért. Miért? Megint csak szekáltalak. Ugyan. Fátylat rá. Úgy sajnálom, hogy ma nincs időm rátok. Érezzétek jól magatokat. Mindent én állok. Rendben? Egy cápa! Sardinia, ez jó sokáig kitart. Köszönöm. Az egyetlen, amit elfelejtettem, az a fogkefe. De addig neked adom az enyémet. Nézd csak! Teljesen megtisztítottam. Talán megteszi. Holnap hozok egy újat. Itt áll vizet? Tudod, az agy 80%-ban vízből áll. Akkor nem csoda, hogy nem maradt benne semmi. Nézd csak. Mint a lélegzet. Egy örök körforgás. A tenger a szenvedélyed. A te szenvedélyed pedig a bor. Ezért most el kell mennem. De hagyok itt neked egy kis olvasnivalót. Nézd csak! Láttál ilyet? Ez valamilyen navigációs eszköz. Arra is jó. De használhatod olvasásra is. Bor, hát persze. Jaj, nem csak az. Sok regény is van rajta. Nem, ez jó. Érdekel, hogy mit szeretsz, hogy ki vagy. Én a nap 24 órájában csak a borra gondolok. Bármi, amit teszek, a borral kapcsolatos. És ha más csinálok, akkor rossz a lelki ismeretem. Mintha nem ez lenne a dolgom. És mikor gondolsz másra? Éppen most. És hogy érzed magad? Bűnös érzés? Úgyhogy el is megyek. Most bűntudatom van. De miért? Tudod, elvesztetted a borodat, hogy megments engem. Igen. Te vagy a fájdalom díja. Bort keresek, a neve In Vino. No. Lehet, hogy arra van? No, nem tudom, szinyor. Lehet arra is, vagy arra is. Nagyon sok itt a borászat. Nem lehet, hogy valahol azon a szerinted vidéken? Nem a szomszédunk. Nem ismerjük. Azért köszönöm. Arrivederci. Elnézést, uram, egy bort keresek, a neve In Vino. Ez az öné? Thank you.
mit gondolsz az Emmáról? Jó. Tetszik? Az Emilia is nagyon szép. Emilia Galotti. Mert túl szép a viasz. De! Nem. De. Nem. De. Nem. Tudok jobbat. Luciana. Luciana? Igen. Dehogy is. Úgy hangzik, mint egy pornó. Szerintem nagyon szép név. Nos? Még semmi. A fogkefe, amit kért, hölgyem. Nagyon köszönöm. Igen? Pronto, Sandra? Velani őrnagy. Elég volt a lista? Sajnos nem. Ó, sajnálom. Ugyan már. Azért köszönöm. És Penny talált róla valamit? Nem, eddig semmit. Mm. De keresem tovább. Jó. És az első számú ellenség megvan? Nem, mintha a föld nyelte volna el. Egyszer újra partot ér valahol. Igen, de most már nem lesz egyszerű neki. Arrivederci. Üdv. Szia. Minden rendben? Uh-huh. Én mindig is a bort szerettem. Életemben csak kétszer ittam sört. És te? Ahogy emlékszem, víz. A föld 72%-át víz borítja. Ebből 97% tengervíz, 3% édesvíz. Ennek 0,5%-a iható. Ottként a víz közepén szomjan halnánk. Jó sok adatot megbírsz jegyezni. És szereted az antik irodalmat. Ez honnan jött neked? Igen. Hogy ez honnan jött nekem? Na és olvastál valamit a kis kompjúteren? Igen. Bizony. Rólad. Borszakértő vagy borász. Uh-huh. Neked ez hogy jött? Hotelvezetést kezdtem tanulni. Hogy lássam a világot. Aztán az egyetemen és a gyakorlataimon nem láttam semmit, csak nagyon sok hotelt. Igen. Aztán azon az estén ott ült egy úr, és a legdrágább bort kérte, amink volt. Én meg csak annyit válaszoltam neki, hogy a legdrágább bor nem biztos, hogy a legjobb is. Merész voltam. Ő pedig vette a kihívást. Azt mondta, most végigpróbálunk minden bort, ami van az étlapon. És? Lenyűgözött a mód, ahogy a borról beszélt. Ahogyan hozzáállt a borhoz szenvedély és egyben logika. Totálisan profi volt. Az úr Reinhold volt. Igen. A jó Reinhold volt az. Ez a történet eleje és a vége is. Várj csak. Mi a baj? Mi a baj?
In vino Ludovico Veritas. Mennünk kell. Nekünk nem, ez veszélyes. Igaz. Visszajövök. Itt leszek. Most megyek. Itt leszek. Segíthetek, signorina? Maga, signor Ludovico. Az út a hegyre. Sí, Ludovico Veritas. In vino? Igen, in vino. Az én borom. In vino Veritas. Szóval, sikerült neki. Hé! Hey. Tutto bene? Minden tökéletes. Ne, ezt nem hiszem el. Guarda, non è impossibile, dammi un'ora. Egy óra? Grazie. A kikötőben várok.
Bruno. Chiara! La macchina è pronta! Sosem jutott volna eszembe megvenni egy ilyen jellegtelen címkéjű bort abból a sufniból. Szerencsés véletlen. De ő nem adta fel. Ez a sziget legjobb bora. Mindig tudtam. Csak remélte. Én nem ismerem jól a borokat, de azt hiszem, ez itt egészen jó. Elég lesz. Álma! Ő is jelezte, hogy tetszik neki. Ez túltesz Vincenzo borán. Az ő hibája. Túl gőgös. A Nero d'Avola a hely legnépszerűbb szőlője, ez egyértelmű, de ennek a fajta szőlőnek nagyon sok gondoskodás kell. Rengeteg víz. Erre csak Vincenzónak van pénze. De mi adja Ludovico borának ezt az egészen eredeti ízét? Nerello. Nerello Cappuccio és Nerello Mascalese. Ennek a két fajtának az Etna körüli mikroklíma pontosan megfelelő. Vincenzo miért nem termeszti? Mert kezdhetné előről. Ludovico szőlőtőkéi már legalább 100 évesek. És Signor Veritas szeretne üzletet kötni velünk és eladni a borát? Szerintem igen, de van egy kis probléma. Ludovico szőlője Vincenzo birtokaival van körülvéve. Ludovico... A földje egy púp Vincenzo hátán. Ezt ő is épp így gondolja. Lefizette még a vízműveket is. Megvesztegette a hatóság. Igen, mindenkit lefizet. A vezetékeim rozsdásak, az öntöző víz a földbe szivárog. Már rég ki kellett volna cserélni, de Vincenzo nem engedi. Nekem is jogom van az öntöző vízhez, de niente. A fővezeték Vincenzo birtokán megy át. Tényleg tudja kontrollálni a vizet. Hogy kiszáradjon. Így igaz. Vincenzo az ön birtokát akarja? Már az apja is mindig ezt akarta. Vincenzo folyton ajánlatokkal zaklat. És mi lesz, ha önnek nem születik gyereke? Sandra, ez nem jó kérdés. Semmi gond, akkor elhagyom a földet egy rokonomra. Már csak azért is, hogy Vincenzo Fabricit bosszantassam. Szóval az ön szőlője sokat profitál a meleg éghajlatból, de ha... Ha nincs eső, és öntözővíz sem lesz, akkor mi fog történni hosszú távon? Kevesebb szőlő. Kevesebb bor. Én várok az esőre, nekem ez nem probléma. De nekünk igen. Nekünk egy adott mennyiséget le kell szállítanunk a megrendelőknek. Ezt nem tudom garantálni. A víz még fontosabb, mint a bor. Na? Te sem tudsz aludni? Nem. Te sem? Álma horkol. Ehhez meg is van a joga. Most pár dolog meg fog változni. Már nagyon várom. Odysseus utazása. Téged mióta érdekel az ilyesmi? Bruno Haller. Igen. Ismered? Na ne! Ő Robinson? Megtaláltam a hajót. Teljesen véletlenül. Nézd! Hú! Jól elbánt vele a viar. Tényleg megmentetted őt? Már tudom, hogy ki ő. Ő nem. Nem mondtad el neki?
Eddig még nem volt időm beszélni vele. Sandra, ezt el kell mondanod neki azonnal. Jó, tudom. De úgy meglepett a dolog. Meglepett? Ez most engem is. Ez nem tisztességes vele szemben, Sandra. Most meg hirtelen előjött belőled az ügyvéd. Nem, de ez nagy felelőtlenség a részedről. Egyszerűen még nem volt elég időm. Akkor most szakíts rá. Vele. Még nem volt elég időm vele. Mi? Szerettem volna, hogyha egy kicsit tovább az enyém. De hát ő nem egy játék. Nem tudja, hogy ki ő. Én csak vele szerettem. Talán ezt is elmondhatnád neki. Nem fogom. Nézd meg. A családja? Mm. Tudod, lehet, hogy ez a húga, és az ő lánya. Na jó. Nem az. Hosszú utat tett meg. Vicces fazon. Menekül valami elől? Nem menekül, ő csak kutat. Akkor olyan, mint te. Signor Berger? Grazie. Prego. Egy melegítő, ilyen időben? A hormonoknak nem számít a meleg. Találok egy férfit a strandon, és beleszeretek, de égő. De ez a Bruno Haller nem strandlabda. Nem tarthatod meg őt. Megint mellé. Ki tudja. Jó ét. Sandra, már sokat tudok a borokról. Annyira lenyűgöző. Hiányoztál. Te is. Én Robinsonom. Mi a baj? Segít neked hazajutni. Végre minden tisztázódott. Hazamehetsz. Végre sikerült. Mindjárt otthon leszel. Hívd fel a nejedet. Már biztosan izgul. Az ex-nejemet. Ex-nejed? Igen, már rég elváltunk.
Nagyon köszönöm. Nincs mit, Bruno Haller. Csak néhány formaság, Signor Haller, és ön szabad ember. Jó, el kell ismernem. Ez egy egészen kiváló bor. Ön pedig ezt végig tudta, hiszen a szomszédja. A bor az én szenvedélyem, de a borászat mellett szenvedélyes üzletember is vagyok. Talán túl szenvedélyes. Ön a régió befolyásos személyisége. Ezért én keményen megdolgoztam. Szokatlan eszközökkel. Nálunk a dolgok nem úgy mennek, mint az önök távoli hazájában. Ezt ön úgy sem érteni. Vincenzo, Ludovico bora mellett döntöttünk. Jó. De ha továbbra is megtagadja tőle a vizet, nem tudja előállítani a szükséges mennyiséget. Sandra. Nem fogjuk beérni az ön borával. Ne próbáljon meg zsarolni minket. Zsarolni? Csak üzletet akarok kötni. Mindenki veszít. Senki nem nyer. Nincs mit veszítenem. És nem kell bizonyítanom sem. De. A jellemét. Miért kezdett el személyeskedni? Mert ez személyes. Ez csak üzlet. Az üzletben nem jó személyeskedni, mert könnyen elmérgesedik a helyzet. Én szúrtam el. Nem. Vincenzo úgysem engedett volna. Ezt mondom! Egyébként mi történt az ön Robinsonjával? Robinson nincs többé. Ah. Ő most már újra Bruno Haller. Van egy olyan érzésem, hogy Bruno Haller iránt ugyanúgy érez, mint Robinson iránt. Bruno Haller élete nem fog romantikus fordulatot venni? Nem, szerintem nem. Ő nem olyan típus. Ő felfedező. Értem. Túl szép lett volna, igaz? Homokban megtalálni az igazit. Igen. Sajnos az ilyesmi általában tovább tart. Így próbál engem bátorítani? 43 év például. Reinhold, mi történt magával mostanában? Mondja, hova utazott? Hagytam, hogy elragadjon a múltam. Na és a szerelem. Ah, ne! 43 évet várt rá? Igen, rég volt. A világcsavargó beleszeretett egy lányba, akiben nem kellett volna. Nem is a bor miatt vagyunk itt. Ó, de! Is. Még mindig ő a nagy szerelem, ugye? Igen, talán. A nagy szerelem végre beteljesedik Francescával. Francesca? Igen, itt történt régen. Francesca el volt jegyezve, és én ezt tiszteltem. Visszavonultam, de talán túl hamar feladtam. Sokszor gondoltam rá, mi lett volna, ha. Viszont
Nagy szerencsém volt. Szerencse? De hát nem adta fel. Nem. A reményt nem. Ha a víz fontosabb, mint a bor, és a dolgok itt így működnek, akkor bizony a maffiát kell rászabadítanunk a mi Vincenzónkra. Vagy a rendőrséget. Természetesen támogatom. Nehéz dolgot kér tőlem. Csak egy kérdés volt. Ami engem illet, nagyon kellemetlen helyzetbe hozhat. Igen, értem, értem. De van bizonyíték ellene? Na de még milyen? Ez most nem az én személyes ellenszenvemről, vagy az önéről, vagy a többi város lakóéről szól. Mégis szeretné felhasználni a hatalmat, amit a nép és a közjó védelme érdekében birtokolok. Igen, mondhatjuk így is. Ön miért lett rendőr, őrnagy? Az apám is rendőr volt. Imádok a kéken villogó rendőrautóval járni a városban. Ezzel a gyerekeim biztonságára is vigyázok. Sandra. Ön holnap vagy holnap után hazautazik. De én itt maradok, a családom és a barátaim is. Igen, de ön mondta, hogy szeretné, ha Vincenzo veszítene. Igen. De itt túl nagy a kockázat. Most mennem kell. Segíthetek? Igazából nem, mert nem is vagyok itt. Ha bárki látott volna, akkor sem voltam itt. Áh, tehát akkor ön most láthatatlan. Így van. Miskózi. Ó, és ez is láthatatlan? Áh, ez az öné. De nem tőlem van, mivel én nem vagyok itt. Nézze az újságot, abban van a lényeg. Ne. Tisztára olyan, mint egy filmben. Ez az élet sajnos. Olaszországban ez még megszokott. Ki ez a férfi? Véletlenül pont ő a vízművek igazgatója. A vízműveké? Szí. Vesztegetés közben kapta rajta Vincenzo Fabricit. Én? Én soha nem voltam ott, és itt sem voltam. Mi scusi? Köszönöm. Örülök, hogy itt vagy. Épp ideje volt. Erősítést kellett volna hoznom. 3-1 ellen? Vincenzo, nem vagyunk ön ellen. Reinhold, Ludovico. Köszönjük, hogy eljött. Miért vagyok itt?
Aha. Vino e aqua. Bor és víz. Ludovico és Vincenzo. Igen. Ugyan, Vincenzo? Erre a kompromisszumra büszke lehet. De miért is kéne kompromisszumot kötnöm? Hisz már rég kompromisszumot kötött. Nem saját akaratából készíti a borát Nero d'Avolából. Bár nagyon finom, de nem az igazi. És zavarja, hogy Ludovicónak a szomszédban sokkal jobb szőlője van. A Nerello, a szicíliai borcsoda, nem a Nero d'Avola. Ezt ön is tudja. Ez nem ok arra, miért én készítsem el az ő borát. De. Néha elérkezik a pillanat, amikor megváltozik a dolgok folyása. Ludovicónak kell a víz. Az ő övize. Belesandra, azt ajánlom, ne avatkozzon bele a dolgainkba. Hoztam önnek egy meglepetést. Csak rabolja mindkettőnk idejét. Elkérhetem. Tessék. Ez lenne a másik ajánlatom. Megismerte a játékszabályt. Valaki elmagyarázta. Alábecsültem önt. Legyen. Vino e aqua. Az apám most fordult meg a sírjában. Akkor végre a jó oldalán fekszik. Tudnom kéne, mi volt a borítékban? Milyen boríték? Igen? Jöjjön gyorsan! Mi az? Mi a baj? Úton van a kisbaba. A baba! Oh. Gyönyörű. Gratulálok a bambinóhoz. Grazie. Na, Sandra néni, mit gondolsz? Jól csináltátok. Álma csinálta jól. Már csak nevet kell találnunk neki. Nem, nem kell. Én már tudom. Etno. Mit az Etna? A vulkán, ugye? Szép. Sandra! Ez az öné. Ó, grazie. Hát, ez az a bor, látod? Ez készíti az öreg Ludovico? Igen, pontosan. Köszönöm. Ön nélkül soha nem győztük volna meg Vincenzót. Akkor remélem még látjuk egymást. Biztosan. Itt van Bruno Haller repülőjegye. Bene. Akkor van még 2 órám és 35 percem, amíg elmegyek Robinson Crusoe-ért a strandra, és hivatalosan elviszem a repülőtérre. Jaj, menj már! Scusi. Köszönöm. Scusi! Prego! Nem hagyhattalak itt búcsú nélkül. Nem tűnhetsz el megint csak úgy. Ne.
és most? Gondolom, most megint útra kelsz. Végül is már mindenhol jártál, nem igaz? Ha akkor hova mész? Magaddal viszel? Hová akarsz menni? Ahová te mész. Már azt hittem, hogy meg sem kérdezed. Farti innamorare di me, perdere la forza di gravità, complicato e semplice. Rinunciare alla felicità, io so soltanto.